Hadd kérdezzek valamit. Te hogyan vennél fel 360 fokban egy terméket? Találtam egy király kis eszközt, ami tökéletes erre, és annyira király használni. Ez a Digitalfoto 360 fokos Spinning Camera Rig Video Rotating Platformja. Lényegében a kamerát forgatja egy tárgy körül. Megmutatom, hogyan használom, és beszélünk két hátrányáról is, de találtam rá megoldást. Kezdjük el, de előtte intro. In medias res, jöjjön az unboxing, miközben átbeszéljük a funkcióit. Jó minőségű fémből készült, stabil és halk. Akár 20 kg terhelést is elbír, a magassága pedig 0 és 22 cm között állítható, a 90 cm-es rodokon pedig mozgathatjuk a kamerát és a hátteret, így változtatva a távolságot közöttük. A rodakra könnyen csatlakozhatunk lempeket, kiegészítőket, például csőfényeket. Kapunk még hozzá egy 1,5 kg-os ellensúlyt is, ami egyben a háttérnek a tartója. Ha egy egyszerű megoldást szeretnél, amivel még kreatívabbá tudod tenni a videóid, akkor szerintem a $450 az egy elég észszerű befektetés. Na de, hogyha tetszik a cucc és a videó, akkor nyomj egy lájkot. Most pedig jöjjön a két hátrány. Amit kapunk, háttér az túl kicsi, így még 24 mm-nél is látszik a széle, ezért nagyobb méretűt kell beszerezni. Ami talán azért nem gond, mert úgy is változtatnánk hátteret, főleg, hogyha kromazöld vagy kék hátteret is szeretnénk ugye a kéjinkhez. A másik dolog, amit lecseréltem, az az olcsó gömbfej volt. Bár hozzáadják, tehát a dobozban jön, azért én mégis egy erősebb gömbfejet csatlakoztattam hozzá, amire a Sony A7S III kamerámat rakom. Hogy tetszik? Mit gondolsz? Hol tudnád használni? Folytassuk a komment szekcióban. Most pedig jöjjön a nagyon király poén rész, tényleg csak a képzeleted szab határt, használhatod ilyen review videókhoz, vagy creamy b-roll felvételekhez. Persze ennél sokkal mélyebbre is áshatunk, úgyhogy ebben a videóban megmutatom, hogy én mit is hoztam ki belőle, és még egy kis BTS túr is lesz, hogy hogyan vettem fel. Csekkold! Lájkolj, kommentelj és iratkozz fel a csengővel együtt, mert rengeteg tartalmam jön. Szóval köszönöm, hogy itt voltál, találkozzunk a következőben, mondjuk itt. Krat, kat, szia, sziasztok!